Sziasztok! Ebben a videóban egy igazi világkörüli utazásra invitállak benneteket. Ahogy azt a címből is kitalálhattátok, ma elképesztő szokásokat fogunk bemutatni nektek. Az emberek a világ különböző pontjain számos furcsa szokással rendelkeznek, melyek közt akadnak olyanok is, amelyek számunkra igazán elképesztőek. Ezeknek a szokásoknak az ismerete bármikor hasznos lehet számotokra, hiszen ha más kultúrából származó emberekkel találkoztok, akkor akár kínos helyzetbe is kerülhettek, ha nem ismeritek a szokásaikat. Ehhez kapcsolódna mai kérdésünk, nektek melyik volt a legtávolabbi ország, ahol jártatok, és milyen érdekes szokásokkal találkoztatok ott? Írjátok meg kommentben! Na de bevezetőnek ennyi elég is lesz, első megállunk Brazília, szóval öveket bekapcsolni, indulunk! Szeretnél zuhanyozni? Ez az első kérdés, amit a brazilok feltesznek, amikor belépsz a házukba, lakásukba. Ez egy olyan kérdés, amit minden alkalommal megkérdeznek a vendégeiktől, nem csak akkor, ha ott fognak aludni, hanem még akkor is, ha csak egy üdítőre látogatta meg őket valaki. Számunkra ez sértőnek tűnhet, hisz úgy érezhetjük, hogy ezzel arra céloznak, hogy nem tartanak minket elég higiénikusnak. Az igazság az, hogy Brazíliában az év bizonyos részeiben kánikula uralkodik, ezért előfordul, hogy napi 2-3 alkalommal zuhanyoznak. Mivel az országban az év jelentős részében strandidő van, ezért az emberek rengeteget járnak az edzőterembe, hogy egész évben jó formában legyenek. Emiatt és a magas hőmérséklet miatt érthető tehát, hogy miért tussolnak annyit. Ők ezt a kérdést nem veszik sértésnek, hanem egy kedves gesztusnak tartják. Ne használd a mutató ujjad. A Fülöp-szigeteken, Kolumbiában és még néhány országban az emberek soha nem használják a mutató ujjukat arra, hogy megmutassanak valamit. Ez a szokás az ő kultúrájukban tiszteletlennek, illetlennek minősül. De akkor felmerülhet a kérdés, hogy hogyan mutassatok valami felé. A válasz, használd az ajkaidat. Jól hallottad. Az ajkaiddal csücsörítened kell, mint egy hal, abba az irányba, amerre fel szeretnéd hívni a beszélgető partnered figyelmét. Természetesen nem kell sokáig ebben a pozícióban tartani az ajkaitokat, mert az igazán kellemetlenné válhat, tehát inkább csak egy pillanatra. Így ha ezekben az országokban jártok, és esetleg útbaigazítást szeretnétek kérni, akkor semmiképp sem mutogassatok a mutató ujjatokkal, mert az első pillanattól fogva ellenszenvesek lesztek a számukra. Illetve ha egy Fülöp-szigetekivel beszélgettek, és csücsörítget egy irányba, akkor ne úgy nézzetek rá, mint egy bolondra, hanem tekintsetek abba az irányba. Csörgetés. Ez a szokás Olaszországból származik, és a squillo névre hallgat. Mi általában olyankor csörgetünk meg másokat, amikor meg szeretnénk nekik adni a telefonszámunkat, így nem kell külön beírnunk a számot a telefonba, hanem ezt a gyors és praktikus megoldást választjuk. Továbbá arra is utalhat, hogy annak, aki megcsörget, nincs egyenlege, és azt várja, hogy visszahívjuk. Az olaszok viszont ezt a módszert egy magasabb szintre emelték, egy teljesen új kommunikációs móddá alakították át. Tegyük fel, hogy találkozol valakivel, de 10 percet késni fogsz, akkor egy pillanatra megcsörgeted, ezzel jelzed neki, hogy úton vagy. Egy másik példa, ha két barát közül az egyik egy pillanatra megcsörgeti a másikat a nap folyamán, ez a hogy vagynak felel meg. Vagy ha épp nem vagytok a barátnőtökkel vagy barátotokkal, és megcsörgetitek egy pillanatra, ez azt jelenti, hogy gondoltok rájuk. Hú, na végre, már azt hittem elfelejtettek. Eszkimók. Hallottatok már az eszkimók vendégszeretetéről? A vendéglátó család megeteti, megitatja a vendégeit, sőt a férj még a feleségét is felajánlja a vendégnek az éjszakára. Ez számunkra teljesen elképzelhetetlen, de náluk ez a szokás. A magyarázat az, hogy az eszkimók kis csoportokban élnek, és alig találkoznak más családokkal, ezért amikor nagy ritkán összehozza őket a sors, akkor annak érdekében, hogy később egészséges utódaik legyenek, elengedhetetlen, hogy ismeretlen társaikkal keveredjenek. Névjegykártyák. Ez a szokás Tajvanból származik. Tegyük fel, hogy egy tajvani konferencián vagyunk, ahol az egyik üzletember átad a másiknak egy névjegykártyát. Ilyenkor a nyugati kultúrákban ezt szokás szerint szinte azonnal zsebrevágnánk, Tajvanban viszont nem. Ott a névjegykártyát két kézzel veszik át, mintha egy törékeny kristályt tartanának a kezükben, és úgy vizsgálják a névjegykártya kialakítását, mintha legalábbis a Mona Lisát elemeznék.
Sok esetben már azt is megtiszteltetésnek érzik, hogy megkaphatták valakinek a névjegykártyáját, illetve azért sem vágják rögtön zsebre, hogy ezzel is jelezzék a másik személynek azt, hogy érdekli őket. Ugyanez igaz a bankjegyekre is, két kézzel nyújtják át egymásnak, és két kézzel is veszik el. Ha valaki egy kezet használva adja át, vagy veszi el, azt illetlennek, komolytalannak tekintik. Ez tehát egy szép szokás, hisz jelzi a másik iránti tiszteletet, ami az ázsiai kultúrákra egyébként is jellemző. Kaotikus közlekedés. Egyiptomban, a nagyvárosokban szinte alig vannak jelzőlámpák, főleg olyanokból van kevés, amelyek a járókelőkre vonatkoznak. Emiatt az egyetlen lehetőség, hogy átjuss az utakon, az az, hogy gyorsan átszaladsz 5-6 sávon. Sőt, nem is feltétlenül azokon a helyeken, ahol megszokott lenne, hanem az úton bárhol. Elsőre ez ijesztőnek nézhet ki, de Egyiptomban ez természetes. Ennek az egyik szöges ellentéte Németország. A német járókelők akkor is türelmesen várnak a jelzőlámpánál, ha piros van, de a környéken egy autó sincs. Nyilván egy egyiptomi igazán meglepődne Németországban, de nem kevésbé, mint egy német turista Egyiptomban. Utóbbinak biztos nehezebb lenne átkelni az úton. Üdvözlés. Latin-Amerikában nem köszönhetsz egy embernek egy sima hellóval. Ezt ott nagyon illetlennek tekintenék. A köszönés mellé minimum egy, de akár 2-3, vagy akár 4 puszi is jár. Ugyanez férfiak között is sok esetben természetes jelenség. Brazíliában ez annyival más, hogy itt még egy nagy ölelés is hozzátartozik az egészhez. Ugyanúgy ölelik át egymást akkor is, ha csak egy napja találkoztak, és akkor is, ha hosszabb ideig nem látták egymást. Emellett, szintén Brazíliában nagyon fontos a beszéd közbeni szemkontaktus, a tekintetek sosem kalandoznak el. Illetve gyakori még a fizikai kapcsolat is, gyakran a kezüket egymás vállára helyezik. Ha a másik tekintete elkalandozna, akkor ezt egy enyhe bökéssel jelzik, majd ismét folytatódhat a beszélgetés. Személyes buborék. Számos európai országban, valamint Észak-Amerikában beszélhetünk erről a személyes buborékról. Ez a buborék valójában azt a távolságot jelzi, amennyire az emberek egymástól állnak egy beszélgetés közben. Amikor valaki közelebb jön ennél, azt a legtöbben nem szeretik, feszélyeztetve érzik magukat tőle. A beszélgető partnerek közti távolság sokkal kisebb Dél-Amerikában, az ottani népek közvetlenségéről már sokszor volt szó a videóban. Így tehát, ha például egy norvég és egy argentin beszélget, akkor egy bizonyos távolságot az argentin túl távolinak fog érezni, ezért közelebb lép, de ezt pedig a norvég fogja kellemetlennek érezni, ezért hátrálni fog, így egy álló beszélgetés folyamán lassan egy irányba fog haladni a két személy. Ezért érdemes mindig felkészülnünk akkor, ha egy új helyre utazunk, hogy megismerjük ezeket a szokásokat, így elkerülve ezeket a kellemetlen pillanatokat. Mert ha a felek nem ismerik a másik szokásait, akkor mindketten megsértődhetnek, pedig valójában csak a saját kultúrájuk szerint járnak el, és nem áll szándékukban a másik fél megsértése. Kétórás kávézás. Franciaországban az emberek nem azért isznak kávét, hogy felébredjenek, vagy felfrissüljenek tőle, hanem azért, hogy élvezzék azt az időt, amit egy kávézóban töltenek, egy számukra kedves személy társaságában, vagy akár egyedül, egy újságot, esetleg könyvet olvasva. Rendelnek egy kávét, és órákig képesek azt kortyolgatni. Ez nagyon ellentétes a szomszédos országaikkal. Olaszországban, akik nagyon gyakran isznak kávét, úgy isszák, mint a pálinkát, vagyis egy kortyból, egy heves csukló mozdulattal. Tehát míg az emberek nagy része azért kávézik, hogy felfrissüljön, addig a franciák ezt az időt relaxációként, pihenésként fogják fel. Sajnos az országok többségében az embereknek nincs annyi szabadidejük, hogy hosszú időt töltsenek el kávéjuk kortyolgatásával, ha viszont lenne, akkor nyilván több helyen lenne elterjedt ez a szokás. Legyen nálad öngyújtó akkor is, ha nem dohányzol. Ez a szokás Törökországból származik, az embereknél szinte mindig van egy öngyújtó, akár dohányoznak, akár nem. Ez azért van, mert egyesek annak ellenére, hogy kemény dohányosok, nem hordanak magukkal öngyújtót. Ennek az a következménye, hogy gyakran idegenektől kérnek tüzet, ilyenkor általában még egy-két szót is váltanak egymással, és ezután mindenki megy a saját dolgára. Ezzel a listánk végére értünk. Titeket melyik lepett meg a legjobban? Írjátok meg kommentben, és azt is, ha szeretnétek folytatást.
Ha tetszett a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!